Szezonbeli első hazai mérkőzésén hamar tetemesen őre tett szert a nyíregyházi kosársuli a Szolnok ellen. 3 perc elteltével már 10-0-át mutatott az eredményjelző. A különbség azonban az első negyed végére mindössze 3 pontra apadt. A második és harmadik negyedet egyaránt magabiztosan hozták a nyíregyházi lányok, az utolsó etapban pedig elsősorban már a fiatalok kaptak lehetőséget, akik döntetlenre mentették a negyedet. A végeredmény így is szépen alakult, 19 ponttal 71-52-re diadalmaskodott az NKS a Szolnok felett. Az igazság, hogy nagyon nehéz úgy mérkőzés játszani, hogyha a csapat pillanatokon belül 10-0-ra vezet, ugye akkor egy picit már a koncentráció és a figyelem az lanyul. És az utolsó negyednek pontosan az volt az eredmény, azok a játékosokat, akik addig kevesebbet voltak pályán, megpróbáltuk minél többet játszatni, főleg azért, mert utána még volt egy junior mérkőzésünk, ahol a csapatnak a 80%-a még játszott, ezért tényleg azok játszottak a negyedik negyedben, akik előzőleg kevesebb játék lehetőséget kaptak, meg hát az idősebbek is egy kicsit, hogy pihenjenek, jönnek még a következő mérkőzések, meg hát ugye azért azt tudni kell, hogy ezt mindig elmondjuk minden egyes alkalom, ez egy új csapat. Hát ezeknek a játékosoknak össze kell érni, egészen más játékstílust kell játszani, egészen másként kell magát a játékképét nézni, de nincs meg az a masszív 2 center a palánk alatt, aki eddig megvolt. Úgyhogy ezt kell nekünk valamilyen szinten helyettesíteni a kinti kis emberekkel. Ez a mérkőzés erre tökéletesen jó volt. A mérkőzésen valamennyi nevezett játékos szóhoz jutott a nyíregyházi kosársuliban, a csapat egységet pedig jól mutatja, hogy bár senki sem ért el 10 pontot, de mindenki dobott kosarat. Alapvetően, tehát én jobb szeretem a csapatot, tehát a csapatjátékot, ettől függetlenül, ugye vannak olyan játékosaink, akik, hogyha kell, akkor megrázzák magukat is több pontra képesek, tehát például a Pap Claudia, az pontosan ilyen játékos, de ő viszont annyira jó játékos, hogy ő tudja, hogy amikor nem kell, akkor nem fogja magát túl sztárolni, túl sok pontot dobni, hanem megpróbál inkább a kisebbeket helyzetbe hozni, és megpróbál inkább velük pontot dobatni, pontosan azért, hogy mindenkinek meglegyen kell önbizalma. Tehát ugye, ha valaki azért amatőr NBA-s mérkőzésen pontot dob, akkor azért kellő önbizalommal fog neki vágni a következő mérkőzéseknek, és azért lesznek olyan mérkőzések, ahol ezekre a pici kis pontocskákra mindig szükségünk lesz majd. A nyíregyházi kosársuli csapata 2 győzelmével a 3. helyen áll a női amatőr NBA-ben. Az NKS a következő fordulóban Budapesten lép pályára a Kislenke KS ellen.